Most az angol házépítésnek egy sajátos elemét mutatnám be, ami nagy részben különbözik a magyar házépítési szokásoktól és technológiától. Magyarországon egy háznak nagyon, hát viszonylag gyenge alapot csinálnak, ezért szokták úsztatott beton, szikladarabokat, betondarabokat beletenni, de van, ahol már sima betonból csinálják, mert sem közelíti egy magyar háznak az alapja egy angol háznak az alapját. Itt valami brutálisan erős alapokat csinál, viszont nincs a háznak koszorúja, beton koszorúja, ami a falakat fölül összefogja, ilyen nincs. Tehát elindítanak a forradó szintről egy dupla falat, úgynevezett cavity falat, ami 2x10 centis falból áll, és közötte van 10 centi légrés, amit be jó esetben üveggyapotot tesznek hőszigetelőnek. Vagy nem tesznek semmit. De a fal összesen 30 centi, amiből 2x10 centi a falazat, és egy 10 centis légrés van. De ez az oromfal csúcsáig megy, és sehol nincsen koszorúval megszakítva. Olyan erős az alap, hogy ez a két vékony fal, ez áll végig. Ilyen vékony acél drótok fogják össze a két falat, és egyébként semmi más nem tartja. Így épül fel. Viszont a földrémgerendák, azok egy, hát nálunk ugye a földrémgerendák betonból vannak, vagy fából, az én házomnál, amit én építettem, ott fából van, 15x20 centis átmérői falgerendák, mint egy régi paraszt házon, amik vannak. Itt ugyanaz a földrémgerenda fél centiméter vastag pozdorja. Tehát még csak nem is sima deszkából van az a fél centi, hanem egy ilyen összeragasztott hulladék faforgácslap, úgynevezett OSB lap, Magyarországon OSB lapnak hívják. Ez élére van állítva, 25 centi széles, 6 méter hosszú, élére van állítva. Az a lényege neki, hogy az éle irányában hatalmas nagy tartás legyen. Hát próbáljunk eltörni például egy jégkrém pálcikát az éle irányában. Nem tudjuk, pedig az csak egy jégkrém pálcika. Most ez a 25 centi széles, 6 méter hosszú, fél centi vastag pozdorja lap, ez a földrém gerenda, a mennyezeti gerenda. Ezeket nem a falra ültetik rá, mint Magyarországon a koszorúra ráültetik a gerendákat. Ezt nem a falra ültetik rá, hanem a falra rászerelik. Mégpedig egy ilyen sajátos elemmel, mint ez. Ez az a fém elem, ez 1 mm vastag mindössze, de acélból van, 1 mm vastag, és ide ültetik bele a gerendát, és így szerelik rá a falra. Így. Így rászerelik a falra, ebben a helyzetben. A gerendának az élén alul és felül van egy tetőléchez hasonló hosszú léc rászerelve, az ül bele ide, az a tetőléc, de az csak ekkora, és innét indul a fél centi gerend pozdorja alap egészen fölig, és ott a vége is le van zárva, az a felső élés le van zárva egy ilyen tetőlétszerű léccel. Így kerül fel, szögekkel felfúrják, itt beszögelik a gerendát, és ennyi. Ennyi az egész. Gyakorlatilag csak erre rájutatik. Így. És ez a falra fel van szerelve, ezekben a konzolokban beültetik a tetőgerendát, és ezeknek a tetejét megtelítik egy szintén pozdorja lap, fél négyzetméteres, egymásban nútolt deszkaborítással, ami szintén pozdorjából van, és arra kerül a padlószőnyeg, vagy a csempe a fürdőszobába, a járólap. Ennyi. Ez teljesen különbözik a magyar gyakorlattól. Ott ugye nagyon komoly
fenyegetett gyerekek vannak. Igazából ez sem gyengébb, csak a terhelés irányában, csak egyetlen egy irányban erős, a terhelés irányában. Itt mindent úgy méreteznek, hogy amahonnan itt a terhelés kapja, abban az irányban legyen erős. Ez a gerenda, ez szintén a fél centi vastagság ellenére szintén elég erős, mert csak fölülről kapja a terhelést. Ha ez a gerenda lapjára lenne téve, akkor töredékét sem bírná el. Töredékét sem. De így az élére állítva, ugye, ha bele van állítva ebbe a konzolba, elmozdulni jobbra-balra nem tud, elfordulni, csak fölülről kapja a terhelést, a tetején járnak, és kész, ennyi. Nagyon érdekes technológia. Szóval ezek a födémgerendák, amiről beszéltem, ilyen OSB lapok, még csak nem is rendes fa anyag, ilyen hulladékból összepréselt OSB lapok. Van egy ilyen menesztő léc alulfelül, ezt szerelik rá a falra, a tartóra, amit mutattam, és így ebben az állapotjában így függőlegesen fél centi vastag az egész, tehát ilyen irányba kell neki tartani. Látszik, hogy milyen hosszú is, 6 méter hosszú, úgyhogy ezek a födémgerendák. Ez pedig az, ami rákerül a gerendák tetejére, ez szintén pótolja, látszik milyen anyag, és nútolva van, egymásba illeszkedik, és erre teszik rá a fürdőszába a járólapot vagy a padlószőnyeget. 22 mm vastag, és ezzel ez a mennyezet a házakon fölül, amin járnak, alul pedig a gerendák gipszkartonbokra kapnak. Látszik. Fél méterszer két méteres. Nútolva van. Látszik. Kaberdeknek hívják. Thank you.